Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma az apostolok cselekedetei első részének 9. versétől a 11. versig szól hozzánk Isten igéje. Miután ezt mondta Jézus, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta előt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felment a mennybe tőletek, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Az előző napokon is hallottunk arról, hogy Jézus Krisztus feltámadása után 40 nappal áldozó csütörtökön visszament a mennybe, ahonnan jött, hogy elvégezze megváltásunkat, szabadításunkat, kereszthalála és feltámadása árán megszerezze számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Ám visszalépve a láthatatlan világba sem felejkezett el rólunk, hanem velünk van minden nap a világ végezetéig, amint megígérte. És azt is megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman gyülekeznek össze az ő nevében, ott van közöttük. Nem csak azt ígéri általánosságban, hogy ahol ketten vagy hárman gyülekeznek össze az ő nevében, tapasztalhatják jelenlétét, hanem külön több ígérete szól arról, hogy akik őróla beszélnek másoknak, bizonyságot tesznek róla, akik vállalják őt, és megvallják őt, és nem szégyellik a vele való közösségüket, se az evangéliumot, az örömhírt, azok átélik, hogy Jézus Krisztus szól rajtuk keresztül. Amikor Jézus kiküldte a tanítványokat a misszióba, egyik nagy bátorítása ez volt számukra: aki titeket hallgat, engem hallgat. Nem mindegy, az illető mit mond, ezért mondtam, hogy aki beszél róla, aki nem szégyelli őt, aki vállalja és megvallja őt, aki dicsőíti őt, aki el tudja mondani hitelesen, hogy mit tett vele az Úr, azt fogja megtapasztalni, hogy miközben őt hallgatják, a hallgatóság azt mondhatja: beszélt hozzám az Úr általa. Bár nem Jézus beszélt, hanem emberi hang hallatszott, de valóra válik az ígéret: aki titeket hallgat, engem hallgat. Pál apostol ebben egészen bizonyos volt, és ez adott neki erőt a sokszor igen nehéz és küzdelmes szolgálathoz. Csak egy ige ennek szemléltetésére. A római levél végén ezt írja beszámolójában: semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam. Pál járta a világot, hirdette az evangéliumot, és azt tapasztalta, hogy az evangélium, az örömhír olyan erővel szólalt meg a Szentlélek által, hogy emberek élete megváltozott. Emberek születtek újjá. Sötétségből világosságba, a sátán rabságából az élő Istenhez tértek. Krisztus cselekedett általa, amiképpen cselekedni akar általunk is. Engedjünk az énekíró biztatásának: ébredj, bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, kik bátran szólnak, s harcra készek, ha éj borul le, vagy ha kél a nap. Hívásuk zengjen messze szerte szét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét. Amen.